A keresztény értelmiségi kör barátkozási napjának vendégelőadója, a Sümegi Rendház vezetője, Barsi Balázs, ferences rendi szerzetes volt, aki Assisi Szent Ferenc naphimnuszáról tartott tartalmas előadást. Most ezt hallhatják. Kedves testvérek, Szent Ferenc atyánk egyetlen költeményével valóban a legnagyobb költők között van. Magyarul felolvasom a naphimnuszt, ezt a első olasz nyelvemléket és az első modern nyelven írt verset. Itt kicsit már módosítom itt-ott Sik Sándor fordítását, ugye az elemzés eredményeképpen. Mindenható fölséges és jóságos úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, minden alkotásoddal, legfőképpen Urunk bátyánkkal, a nappal, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat, és szépő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által érteted minden te alkotásodat. Áldjon, Uram, téged vízhúgunk, hogy nagyon hasznos ő, hogy drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő is, erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged földanyanénénk, ki minket hord és enni áld, és minden némű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, s aki tűr gyötrelmet nyavaját, boldogok kitűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, nővérünk a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, de boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Természetesen az eredeti kora olasz szöveget vettem kézbe, hiszen a latinból is még eléggé olvasható és ismerhető. Testvérek, egy vers megkap, megfog bennünket. Ez egy hatalmas költemény. Azonban vigyázzunk, van értelme az elemzésnek. Ezt nem csak azért mondom, mert valamikor az esztergomi gimnáziumban orosz és magyar szakosként tanítottam, és mindig szövegeket elemeztünk az egyetemen is, majd később Strasbourgba ugye a szentírási szövegeket. Testvérek, nagyon nagy dolog az emberi beszéd. És az írás hatalmas. És vigyázzunk, a szentírása is érvényes, ami minden költeményre, hogy lehet naívul olvasni, tehát úgy olvasom és valamit megértek. Ez most lehet hívő olvasás, és lehet hitetlen. Lehet egy tudományos olvasat. Ez azt jelenti, hogy elemzi, mit akar mondani ezzel a jelzővel. Tehát tulajdonképpen odafigyel. Ez is lehet hívő és hitetlen. Szentírásra vonatkozóan. Na most azt mondjuk, hogy minek elemezni egy verset? Szétszedni darabjaira. Tessék, azért, hogy odafigyeljünk. Elsiklik fölötte a szemünk. Olyan mérhetetlen gazdagság van ebben, és annyit mond Szent Ferencről, ha tudta volna, hogy én ezt az elemzést megtartom, akkor nem írta volna meg, mert kibeszélte magából azt, hogy az egyetlen keresztény, aki a tudatalatti világban vad emberi ösztöneivel is kibékült. Egyébként Eluard Leclerc atya segített legjobban ferences francia atya az elemzésben, aki rámutatott egy érdekes dologra, mely vitás kérdés volt. Azt mondták, hogy ez egy kozmikus ének. Ugye nap, hold, csillagok, tűz, víz, levegő, stb. Mit keres itt benne az ember? Hogy áldjon, Uram, téged minden ember, aki szerelmedért megbocsát. Hogy kár volt ezt hozzáragasztania. Mert valóban halála előtt pár nappal, mikor értesült arról, hogy Assisibe a
podesztatját, a város polgármestere mondjuk így, és a püspök összeveszett valamin, és a püspök kiközösítette a város elöljáróját, iszonyatos harc és gyűlölet dúlt közöttük, nem tudta elviselni, elküldte két testvérét, ezt a két verszakot még hozzáírta, hogy énekeljék el előttük. És a podeszta odaborult a püspök lábához, aki feloldotta, és a püspök is bocsánatot kért. Na most valóban ez a két verszak kilógírnét mit keres itt az ember, amikor olyan szép kozmikus himnusz lenne? Hát nem csak kozmikus himnusz, majd látni fogjuk. Mindjárt probléma a bevezető sorokban, ahogyan aztán Sik Sándor nem is jól fordította, Laudato, második verszak. Laudato mi Signore cum tuttele tua creatore. Áldott légy Uram minden teremtményeddel. Azt mondja a Sik Sándor, áldott légy Uram s minden alkotásod. Nagy tévedés. A dicséret tárgya egyedül az Úristen, nem a teremtmények. Ez a cum, hogy valvel, ez azt jelenti, hogy a teremtményekkel együtt zengi a dicséretét, mint egy kórussal, vagy instrumentummal, mint egy zeneterszámmal, de a dicséret tárgya egyedül az Isten. Ez megint egy nagyon nagy mondani valója korunknak. Szent Ferencet a zöldek mozgalma is a zászlajára tűzte, bárcsak megértenék, mert nagy bajok vannak. Egy szép mozgalom beteggé változhat. Kezdik imádni a földet, a világot, ezt a buta mindenséget, ami nem tud magáról. Nagyon nagy veszély. A kereszténységnek egyetlen ellensége van, nem az ateizmus. A pogány vallások, amely a világot azonosítja az Istennel. Ezt én nem tudom megtenni. Ez a világ nem Isten. Mert változik. Ellentmond önmagának. Egy nagy, vad, vallási korszakba érünk be. Mindenki vallásos, vége az ateizmusnak. Sajnos. És imádják a napot, holdat, csillagokat. Nagyon aktuális ez a vers. Egyedül az Istent imádja a dicséret, mint ahogy ki is mondja, hogy minden egyedül téged illet fölség, és nem miért az ember, hogy nevedet kimondja. Tehát ez a kum szócska, hogy valvel, ez nem olyan egyszerű. És hát erre nem figyelt oda ez a nagy költünk, Sik Sándor, hogy áldott légy Uram, s minden alkotásod. Nem. Az alkotásokat nem az a dicséret illet, és az az áldás, ami a teremtőt. Hát ezt még aztán növelje a per szócska. Ha figyeljük, mindegyik úgy kezdődik, Laudato si mi Signore, Laudato si mi Signore, per, által. Légy áldott Uram a nap által, a naptestvér, urunk bátyánk által, aztán a tűz által, a szél által, stb. Tehát ez már nyilván kiszűri azt, hogy a dicséretek tárgya nem a világ, hanem Isten. Igen ám, de ez a per szócska ott a kora olaszba jelentette a proptert, az obot, a latin pert, nagyon gazdag, nem lehet lefordítani. Velük együtt, mint egy kórussal, ahogy mondtam, általuk, mint egy eszközzel, legyél áldott Uram, de esetleg miattuk is, és értük is. Hihetetlen. Hihetetlen nagy költemény. Na most testvérek, nézzük az első és utolsó előtti verszakot, az úgy bekeretezi. Tehát az első szó az olaszba altissimo, fönséges. És egy utolsó szó humilitate, humilis, humus. Föld. Zseniális. Tehát a legmagasabb létező Ferenc vágyainak a tárgya az Isten. A mindenható, a fölséges. Ő a dicséretnek a tárgya. És leír egész a humuszig az anyagig. Na most, ami egészen meglepő ebben a kezdetben, az első verszakban, egy nagy ellentét feszül. Két része van az első verszaknak, mindegyikben ott van az altissimo, a fölséges. Fölséges, úgy van, altissimo, mindenható, jóságos úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imád, és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölséges, de nem miért az ember, hogy nevedet kimondja. Hát akkor most itt bele kellene fulladni a dicséretnek önmagába, abba kéne hagyni. Tehát a dicséret, az imádás téged illet,
De az ember nem méltó, hogy ezt kimondja. Ez egy nagyon nagy ellentétám. Tulajdonképpen egy hatalmas szellemtörténeti világ, talán az egész egyetem és emberiség vallástörténete van mögötte. Tudnélik, az emberi törekvések tárgya a fölséges Isten, őt akarja dicsérni. De lemond arról, hogy a dicsérettel elérje. Mint ahogyan a pogány vallások. Az összes pogány vallás, ami most van és amit össze is kavarnak, minden Biblián kívüli vallás igazába abba az ősi kísértésbe van, amivel a bukott angyal Ádámot kísértette, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ez nem lenne baj, hiszen Jézus azt mondja, legyetek olyanok, mint mennyei atyátok. A kísértés az nagyon ravasz dolog. Csak Isten nélkül. Tehát a pogány vallás igazába arra tesz kísérletet, hogy saját erejével elérje az Istent. Például egy meditációs módszerrel. Leszállok alfába. Tessék, ilyen marhasságban ne higgyetek. Akkor alfába vagyok, nem az Istennél. Hogy tudok én eljutni Istenhez, aki egyszer elleszett temetve és elrohad a testem? Sehogy. Ez a vallások kísértése, vagy egy technikával. Ne csodáljuk, hogy ezt a kereszténységet is megkísérti. Tehát eljutni a fölségeszed, de saját erőmbel egy kegyelemtani tévedés. Ferenc erről az útról lemond, és mégsem mond le az Isten dicséretéről, hanem vállalja azt az utat, hogy lehajlik egészen a földig, a halálig. Miért? Mert Isten emberré lett. Ez benne van a versben. Egyedül a napról mondja azt, hogy messzor, hogy úr. De ugyanakkor azt is mondja, hogy fráte, testvér. Tehát nem napisten, testvérünk, mert teremtve van a semmiből. És itt egyszer kimondja a gyöngétek kedvéért, mert ez egy nagy vers. Nem azt mondja ki, ami kimondható, hanem a kimondhatatlan. De itt egyszer segít, hogy azt mondja, de te altissimo porta significazione. A nap te rólad hordoz jelentéstől fölséges. Tehát az önmagából áradó, önmagát adó élet. A nap az képe az Istennek, de nem Isten, de nem csak messzor, nem csak testvér, mert teremtve van, hanem egyben nagyon érdekes fráte. Hát Isten, aki testvérünk lett. Krisztus képe. Tehát Krisztusban Isten eljött egészen a halálig. A megtestesülés útját választja Ferenc. Az emberi utat, hogy Istenhez jusson. Lefelé megy, ahogy Lizői Teréz mondja, hogy fölfelé jusson. Testvérek, egy akkora vers. Ha tudná a világ, hogy ki volt Assisi Szent Ferenc. Talán ez egy új kereszténység kezdete. Majd látjuk sok minden, vagy teljesen eredeti. Teljesen eredeti. Tehát lemond arról a gnosztikus vallások útjáról. Tehát, hogy egy felismeréssel, hogy én magamban tudatosítom, hogy én Isten vagyok. Mert erről szól az összes többi vallás. Nagyon vigyázunk. A kereszténység, a Biblia, homlok egyenes, minden vallás fordítottja. Ott az ember keresi az Istent, és kitalál egy utat, hogy eljut, egy technikát. És akkor hogy megfogja az Isten lábát. A Biblia meg azzal kezdődik, hogy a bűnbe esett embert keresi az Isten. És végül Krisztusban megdöbbentő. Egy akkora agy és szívmosás kell most nekünk ebben a zavaros világban, testvére, hogy mi nem érünk rá másodlagos dolgokkal foglalkozni, de ezt nem szabad elfelejteni. Én vagy a Bibliának hiszek, vagy keresztény vagyok, vagy ateista. Egyébként az ateizmusról is kiderült, hogy az tulajdonképpen materializmus lett. Tehát, ha visszaemlékszünk a kommunista korszakra, a nagy mindenséget dicsérték. Mert a nagy mindenség termelte ki még az embert is magából. Nem. Nem. Akit ma ünnepelnek Darwin, annak csak egy tudományosan van igaz, a filozófiailag megbukott. Hát, hogy rokona a testünk, rokona lehet az állatnak. Hát nem az állatnak, ennek a mikrofonnak rokona vagyunk, meg a fáknak.
foszfor, kén, stb. Van bennünk, de az állatból és a világból nem lehetett az, hogy én szeretni tudok, és szabad vagyok, és tudom, hogy vagyok. És az a nagy materializmus tulajdonképpen egy rejtett panteista vallás volt. A mindenséget felruházta isteni attribútumokkal, jelzőkkel, minden tudó, mindenható, örökké való. Tessék ide, ha keresztény értelmiségiek, akkor meg kell térni a kereszténységhez. Ez nem olyan, hogy beleneveltek, és sok más vallás is van. Én vagyok az igazság. Ez nem azt jelenti, hogy mások nem üdvözülhetnek, mert Isten áttört ezt az utat az ő szent fiába. Tehát azért énekel mégis tovább, mert tudja azt, az a Isten, akinek képe a nap, de a nap az nem Isten, mert fráte is, testvér is, az testvérünk lett. Áldott légy, Uram, minden alkotásoddal. Most ezért leszáll a világba, Ferenc. Egyébként egy megdöbbentő dolgot mondott Francis de Bér atya, francia ferences, egy lángoló, zseniális ember, mindig gondolkodott, Strasbourgba találkoztam vele, mondtam, Francis, te két végen égő gyertya vagy. Egyszerűen nem tört nem gondolkodni, egy ebéd alatt sziporkázott. És itt egy doktori disszertációt a Cselánói két életrajzról Szent Ferenccel, és ott látott meg valami de hallatlan dolgokat, amiket itt fel is használok. Hogy áldott légy, Uram, minden alkotásoddal. Legfőképpen Urunk bátyánkkal, a nappal, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világossággal, és szépő, sugárzó, nagy ragyogással ékelse te képet felséges. Most esőre, ha végig szaladunk ezeken a képeken, nap, utána jön a hold, aztán a szél, víz, tűz, föld. Amire oda kellene figyelni, mert nem figyeltek oda, hogy ez azért nem csak kozmikus himnusz, a Ferenc számára a nap az egy tényleges nap. De nem csak az, mert az a tényleges nap azért nem testvér. És ahogy minősíti őket, a jelzőkre odafigyelni, ez pedig a Jung által felfedezett belső ősképekről szól. Ez már nem csak a kozmosz, hanem a psziché világa is. Nagyon érdekes, ugye a négy ősi elem, a tűz, víz, levegő, ég, igen, de nem abban a sorrendben van, ahogyan szokták, hogy vagy a könnyűből megyünk a nehéz elemekre, vagy a nehézből az elemre, ahogyan a görög filozófia tartotta, hanem itt házas párok vannak. A nap az férfi, messzor, messziő, úr. De nem mondja, hogy mi szinyor, ez nem Isten. Mert önmagát adja, a nemző. És úgy is minősíti. Szép, erős, robusztus. Férfias. Aztán az ő Frigye a holdnénénkkel. És úgy is minősíti a csillagokat. Egyszerűen csak ragyognak. Drágák. Nagyon érdekes ez, majd megnézzük ez a drága szó. Aztán a szélecsénk az férfi. És el lehet-e választani a vízhúvunkkal való Frigyétől. Aztán a tűzbátyánk férfi. És a föld anyanénénk nő. Igen ám, de ezeket a házaspárakat átfogja egy alapvető házaspár, a nap és a föld. Mert csak a napról mondja azt, hogy messzor, hogy úr, és a földről mondja azt, hogy mádre, anya. De nem föld anya istennő, és nem napisten, mert mind a kettő teremtmény, rokon velünk. Egyébként Hésziodosz világképe benne él, de testvérek, ha megnézzük most a jelzőket, csak vegyünk egy ilyen jelzőt, hogy drága. Azt mondja, áldott egy Uram, vízhugunk által, hogy a hasznos ő, drága, preciosa, casta, humilis. Nagyon megdöbbentőek ezek a jelzők. Hát persze magyarul nem derül ki. Mert a casta az nem azt mondja, hogy púrá, nem azt mondja, hogy tiszta víz, tehát nincs benne olaj, hanem a casta az azt jelenti, hogy szüzességet tett nővér. A kasztitász. Nem lehet lefordítani. Ez egy nővér, aki Istennek szentelte magát. És milyen érdekes, hogy ez a drága szó, hogy használja ezt a teremtményekre, hogy preciózus. Hát ez a jelző, ami leginkább Szent Ferenc szellemére ellent mond, mert a kincset jelenti, a préciumot,
az, ami gazdaságilag értékelhető, ami eladható, ami megvehető, hogy kezdődik egy olyan világ, amiben most élünk, aztán szinte belefulladva egy kezdődő pénzgazdálkodás különösen. És azt mondja, hogy a hold, a csillagok, azok precióze, és a víz is precióze. És megvizsgáljuk, hogy mit jelent Szent Ferenc értelmében az, hogy drága. Azért ennek a tanulatlan kis szegény embernek azért ne dőljünk be, nem tanulatlan. Elvégezte a plebánia iskolát, írni és olvasni tudok. Hány millió ember nem végezte el? Az nem általános iskola, nem főiskola. Kívülről tudta a 150 Zsoltár. Franciául, olaszul és latinul remekül kifejezte magát. Tehát nagyon vigyázunk, félreértjük a nagyokat. Tehát ez nem a szelentés, és nem véletlen, hogy 100 év múlva egy sereg egyetemi tanár, egy Langelme, Bonaventura, Boldog Scotus János az egész Európát, a klerikusokat vonzák az egyetemekre, és új professzorok jelennek meg, egy új világot fejtenek ki, Ferenc látását akarják kifejteni. Egy Bence is azt írja Ferencről 50 évvel később, hogy Dr. Franciscus. Olyan meglátásai vannak. Miért van az, hogy hát az van egyszerű kis tanulatnak, kis buta is, akkor jó lesz Ferencesnek. Más van mögötte. Egyszer egy testvér odahozott egy Zsoltár könyvet Ferenchez, a rendalapítóhoz. Már a provinciálistól engedélyt kapott, hogy legyen neki külön Zsoltár könyve. De most azt akart, hogy a rendalapító is. De most látja be lelkes fiatalba, a zseni az, a szent belelát a lelkébe. Itt nem egy Zsoltár könyvről van szó. Valami másról. Azt mondja, hogy nem engedem meg, hogy a tiéd legyen. Most egy Zsoltár könyvet kész, ami egy drága dolog volt, egy Bence, és hány évig írt azt. Majd később egy breviárium kell, abban már benne van a himnuszok, stb. És később majd odaülsz a katedrára, és azt mondod a te testvérednek, mint egy prelátus, hozd ide a breviáriumomat. Nem értett. Erre Hamut szólt a fejére, és kiabált neki. Én vagyok a te breviáriumod. Annak a rövid foglalata, amit tudnod kell, hogyha ide jöttél. Bámulatos. Miért tiltakozik itt Ferenc? Az, hogy a tudás a rangot jelent. Abból megélek. A könyv. Ugyanakkor, mikor Szent Antal, ez a nagyon kiművelt, ágostonos rendi szerzetes belépett az assziszi szegények közé, akkor az első ilyen littere obedienciális, tehát engedelmességi levél, ami megparancsolom, hogy tanítsd a szent teológiát a testvéreknek. Csak az áhítat és az imádság szellemét ki ne oldj, mert a teológiával ki lehet oldani. Nagyon beszél dolog. Istenről beszél, de nem Istennel beszél. Teológia csak ezen belül művelhet. Ő állandóan Istennel kapcsolatban vagyok. Ferenc számára a művei, amit megmaradtak, regulák, intermek, egy Zsoltár könyvet is szerkeszt, magánzsoltárokat, röpiratok, az egy kis könyvtár középkori értelemben. A nagy művel domogos rend rendalapítóját az egy levél maradt. Tehát egy kis könyvtár irata van, és most megnézhetjük a kompjúterbe táplálva, hogy Ferencnek mit jelentett az, hogy drága. Meg fogtok lepődni. Csak egyet jelentett. A papokhoz írt levélbe ezt írja. Az eukarisztia, az oltári szentség őrzésére már iszonyatos állapotok voltak. Iszonyatos. És aztán negyedik laterális zsinat rendet is teremt. Kéri a testvéreket, papokat, hogy in loco precioso, drága, értékes helyen tartsák a szentséget. Ne elhanyagolva piszkosan. Drága, precium. Az összes őrökhöz, vagyis a provinciálisokhoz írt, kétszer is használja. Mindent, ami a misénél van, ami körülveszi az oltári szentséget, azt mondja, preciosa habere debean, mint drága kincseket kell kezelni. Aztán egy következő, a végrendeletében akarom, hogy becsüljék, tiszteljék, és in loco precioso, drága, értékes helyen őrizzék a testvérek ezt a titkot. Nem is tehát elgondolkodunk, akkor azt jelenti, kizárólagosan a preciózus szó Ferencnél, a drága azt jelenti, hogy szakrális világ, Isten jelenléte. Tehát akkor a csillagok, a víz, átragyog valamiképpen egy isteni jelenlét. Ezt éveszti meg a panteistákat, akik a világot istenítik.
bámulatos. És azt is kezdjük észrevenni, hogy Ferencné valami ősi, egészséges, emberi és pogány hirtelen a keresztényen azonos. Tévedés nélkül. Mert ő nem vallja a világot, nem isteníti. Ugyanakkor senki úgy nem vette észre, hogy a világ azért kvázi szakramentum, mint egy szentség, mint egy, mert Isten kommunikál általa. Apinoi Szent Tamás megkérdeznénk, mert ezt is mondta, Krisztus miért a kenyeret és a bort választotta ki az ő testének és vérének szentségi anyagállók, azt mondaná, azért, mert Isten is így döntött. Bonaventura már nem ezt mondja Ferenc alapján, hanem mert a kenyér és a bor kezdettől fogva, mint egy szentség. Tehát az ember sose eszik úgy, mint egy állat. Lenyeled édesanyádnak a szeretetét vele. Vagy valaki hálásnak érzi az ember magát a világba, de ki iránt? És ezt futtatta be Krisztus, hogy akkor most ő érte. Ez Ferencre megy vissza. Nagyon megdöbbentő a testvér és a nővér megszólítás, és hát egy csapda is. Mert azt mondjuk, hogy jaj, de bájos, de költői, tücsök nővér, hold nővér, stb. És eljátszunk vele testvérek, ebben egy megszent világlátás van, és mindennapi gyakorlat. Egyébként a költészet az nem attól költészet, hogy rímeket talál, az versfaragó. Hanem, hogy azt meri kimondani, ami kimondhatatlan. A misztériumhoz vezet el bennünket. És ez a testvér és a nővér, ez megdöbbentő, mert mi úgy fogjuk fel a világot, okozat, funkció. Tehát egy láncolatát. De nincs ilyen érzésünk. Egyébként az első életrajzok beszámolnak arról, hogy soha nem láttunk még ilyen szerelmes vonzódást minden iránt, ami létezik, mint Ferencben. Na most egy botrányos dolgot hagyd mondjak, Ferenc az egyik legnagyobb filozófus. Vagy gondolkodó a létezésről. Egyébként a Szentírás is, filozófia is. Tehát amikor azt mondja, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ez filozófiai mondat. Nincs a Szentírásnak mindenség szava. Kezdetben mindent ő teremtett, pont. A hatnapos teremtés történet az úgy mesél, elmesél, hogy ezt is, azt is, stb. Hogy is felje. De ez egy filozófikus mondat. Hogy amikor azt mondja Krisztus, hogy az atyának önmagába van élete, és a fiúnak is megadta, hogy önmagába legyen. Mert mivel foglalkozik a filozófia, és miért csak evényesedett el? Természettudományok a dolgok tulajdonságaival foglalkoznak. És ez nekünk nagyon fontos. Itt pedig a matematika nyelvén. Az, hogy a súly, amit mérni lehet. Ezért nagyon sikeresek. Ez a civilizáció most befutott. Mobiltelefonunkban, internet és holdra utazhatunk, igen ám, már Bonaventura azt mondta a társainak, egyetemi tanároknak Párizsban, ti mindent lemértek, csak magatokat nem méritek le. Tehát van a dolgokban egy mindennél izgalmasabb tulajdonság, amihez semmi közük a természettudományoknak, mert nincs hozzá eszközük. Az, hogy vannak, hogy léteznek, hogy miért a mindenség van, és miért nem a semmi. Ez a létezés. És Ferenc hisz a teremtésben. Egyébként az ember eljuthatna saját eszével a teremtés fogalmáig. Ha világot nem isteníteni. És ezen a címen vagyunk testvérek, hogy a semmiből lettünk. Az ős robbanás, bocsánat, filozófiailag marhaság. Mert az robbanat, ami van, tehát semmi köze a világ keletkezéséhez. A világ nem lehet önmagától, mert akkor Isten lenne, de nem Isten, mert ellentmond, mert pusztul, mert romlik, mert nem tökéletes. Akkor honnét van? És most rögtön az Isten előtt állunk. Nem konkurálhat, nem futhat együtt időben Istennel, méltóságban, mert akkor Isten korlátozná. Azt kell kimondani, hogy a nem létezésből. Kisebb Istennel ne tessenek foglalkozni, csak azzal, aki teremteni tud. Egyszerűen rászól a nem létezőre, és lesz, akarja, hogy legyen. Azért a hitünknek nagyon kemény logikai alapjai is vannak. A római levélben mondja Pál, hogy felismerhette volna igenis a teremtőt.
De a bukott ember önmagát imádja, mert a természetet imádni az ugyanannyi, mint önmagát. És most ma oda is jutottunk, hogy a belső természetét is imádja, hogy úgy, ahogy vagyunk, úgy vagyunk jók. Az ösztönökkel, stb. Is, az leborul saját magáról. Na most itt ezt mondja ki, a teremtésbe vetett hitét. No, gyorsan tovább megyünk. Mindenható fölséges és jóságos úr. Ez a dicséretnek, ez a verszaka után tehát elutasítva a birtoklási utat, tehát hogy Istent a dicséret egy lendületével elérje, választja a teremtmények útját, mert hiszen a nap az Isten képe, az testvér is, vagyis Isten emberré lett. Tehát a mi útunk csak azért, akkor találkozhatunk Istennel, azaz Istennel találkozunk, aki emberré lett. Egyébként itt van a bábeli toronynak a bűne is, a bábeli torony építése, ami ma is megy ám a nagy globalizált világba. Sok minden jó van, sok minden jó, de egy alapvető rossz megint bábel tornyát építjük Isten nélkül. Mert a bábeli torony, ezek a cikkurátok, ahogyan a tudósok beszélnek róla, egymásra épített ilyen kockák voltak, és az utolsó részt úgy hívták, hogy az égés és a föld egyesülése, vagyis az Isten és az ember ott találkozik, vagyis építünk egy hatalmas vallási épületet, ahol mi a mancsunkat, a kezünket rátesszük az isteni energiára, és akkor működtetjük. Ez annyira ősi kísértése az embernek, hogy sok katolikusban bennünk is ott van. Akkor befutunk a templomba, mikor baj van, és uram, ezt meg azt tedd. Nem lehet befogni, mint egy ökröt az Istent a szekerünkbe, akár rettenteseket kell csavarnunk, nem. A te akaratod legyen meg. És az ő akarata a halálból való föltámadás. A föltámadás az kisebb, mint hogy itt vagytok, mert a semmiből vagyunk. És ez a kísértés, erről lemond Ferenc, hanem választja a nem birtoklást. Találkozni akar Istennel. Egyébként Ferencben jellemző, hogy nagyképű és nagyra vágyó volt mindig. Vigyázzunk a szenteket, nem fából, nem ilyen kiégett darabok meg sziklát. A legtöbb igen szenvedélyes és igen erős természetű volt. Azzal Isten tud valamit kezdeni, odaadja magát. Azt mondta a társainak, hogy meglátjátok egyszer az egész világ utánam jön. Nagy fejedelem lesz belőlem. Érezte. A legnagyobb akar lenni. Amikor találkozik Istennel, akkor már nem lovag akar lenni, igazából egy polgárgyerek, mert ott törhet be a felsőbb rétegbe, a major részbe, mert ő a minor részbe tartozott, majd ez lesz a nevünk, hogy kisebb testvérek. Ez egy társadalmi állásfoglalás is. De ha lovagként működik, vagy ott dicsőséget szerez, hát akkor belekerül ugye a felsőbb társadalmi osztályba. Az alá fölé épülő középkori társadalmi osztályba. És ő ezt akart, ő nagy akart lenni, ezért jelentkezik ugye a pápa seregében a császár ellen ennek idején, csak hát láz, betegség leveri, és akkor van az álma, hogy Ferenc, ki tud neked többet tenni, az úr vagy a szolga? Az úr. Akkor miért hagyod el az urat, a szolga, mondjuk a pápa kedvéért, mint világi úrért? Menj haza, majd megmondják, hogy mit évül egy. Ilyen nincs Ábrahámtól kezdve, hogy menj haza, hanem hogy hagyd el. Fordul egyet a világ. Az embernek nem kell kifordulni önmagából. És amikor Ferenc megismeri az egyetlen urat, akkor már az lesz a célja. De most itt van egy csodálatos, aszketikus fordulat, amit nem értünk meg. Nem elfolytásról van szó. Ferenc egy gőgös, nagyképű fiatalember volt. Első akart lenni, a városban sikerült is neki. De amikor Istennel megismerkedett, akkor már ő a cél. Önálló pedig tudta, hogy nem lehet megkaparintani, csak találkozni lehet vele. Várni lehet rá. Egyre kevésbé a birtoklás irányába mozdul elő. És majdnem, mint lelki vezetőnek állandóan ez a tanítás, hogy nehogy kisajátíts valamit magadnak. Isten csodát tett, ha nem te tetted. Te a bűneidet tetted. Azt általad az Isten tette. Mit van, amit nem úgy kaptál? Ez a Ferences szegénység. Nem az, hogy egy szalmazsák van a szobámban, meg minden. Ha azt megtenné valaki, és rongyog be, akkor se lenne Szent Ferenc. Az következmény.
nem értjük. Lemond a birtoklásútról, de nem mond le arról, hogy az az Isten, aki emberélet is meghalt értünk, az őt felemeli. Ezért vállalja ezt az alázatos utat. Bámulatos eredeti megértése a megtestesülésnek is. És hát, hogy az aszketika egyet fordul, ugye? Tehát, vannak bennünk ösztönök. Azok az Úristentől vannak, nem az a baj, hanem az, még csak nem is, hogy elferdül, hanem az, hogy megáll. És ekkor tanultam meg Ferenctől azt, hogy aki nagyon nagy képű, az bűnös. Mert nagyon hiú. De aki végtelenül hiú, az szent. Vagyis azt mondja, nem érdekes, hogy mit mondatok rólam, meg a média mit tart, meg semmit, nem érdekel. Én arra pályázom, hogy az Atyaisten, az ő angyala, a Fiúisten, az ő angyalai előtt, a mennyei Atya előtt, valljon meg engem testvérének. Erre pályázom. És minden területen így van, minden területen. Ferenc a szexualitással olyan tisztán néz, így néz rám, mint a kezemet, semmi nincs benne. Az a bűn, hogy megáll valahol. Hogy nem valami végtelen szeretetnek a képe, hogy nem oda vezet, akkor vége. A birtoklás. Hát csak ennyit. Hát csak 3 villát, meg 5 szuperautót. Hát ez elég. A mindensége. Mit mond Szentpál? Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, ezért a tiétek minden. Krisztus pedig az Atyáé. Kimaradt a Szent Lélek? Nem. Akkor van róla a legtöbb szó, amikor kimarad. Ezt nem tudják a karizmatikusok néha. Mert minden a tiétek a Szent Lélekben. Ti Krisztusé vagytok a lélekben. Krisztus az Atyája a Szent Lélekben. Egy más világ. Tulajdonképpen az emberi szabadságra és szeretetről van szó. De nem csak a napot ünnepli Ferenc, hanem ugye az ő házas párját, a Holdat. Áldjon rám téged, Holdnénénk, és minden csillag az égnek, őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Hát itt nem csak a Holdról van szó. Ferenc sosem szakad el a külső világtól. Nagyon nagy realista. De ugyanakkor, mert az a víz, amelyik kasztát, tehát szüzességi fogadalmat tett, amelyik olyan preciózá, a csillagok és a Hold olyan drágák, mint az, hogy oltári szentség, hogy valami isteni sugárzás jön, az már nem a kozmikus világ csupán, már nem a meteorológia, vagy pedig a kozmikus világ része, hanem a psziché. Ezek ősképek. A Jung által föltérképezett ősképek, amelyek a legnagyobb álmaink vannak, berobbanások, fényjelenség, sötétség, napélmény. A kizárólag a nappal barátkozó ember az őrült ember, beképzelt. Tagadja az éjszakát, a sötét oldalát. Nem veszük észre, hogy az úgynevezett naphimnuszból az éjszaka himnusza lesz? És ünnepelni a Holdat az azt jelenti, hogy megnyílni létünknek a más dimenziójára, az a nőiességet jelenti. De jelenti az elmúlást is, a halált is, meg az újjászületést is. Ezt a nyelvet azért kár, hogy nem beszéljük. Mert azt mondjuk, hogy ez olyan bizonytalan nyelv, nem igaz. Nem igaz. Hát például a szerelemnek, még a szeretetnek a nyelve is. Azért az nem bizonytalan, mert a matematikával leírható tudományokra csak a higgyainkat és a űrhajóinkat építjük, de nem az én életemet. Arra épített, hogy valaki szeret. És annak azt mondod, hogy kis virágom, kis unokádnak, kis csillagom. Hát milyen nyelv ez? Ez igaz. Másképp. A Szent Ágoston meg a többiek beszélték. Még ezt érnek is használja a föltámadásra mondott beszélbe. Azt mondja Ágoston, luna per omnes menses nascitur, resit, perficitur, minuitur, consumitur, innovat. Azt mondja, hol minden hónapban növekszik, tökéletességre jut, majd kisebbedik, fölemésztődik és megújul. Azt mondja, quodin luna per menses, ami a Holdban havonként megtörténik, irresurrectione, szemmel et in toto tempore. Az a Krisztus feltámadásában egyszer s mindenkorra megtörtént. Tehát Ágoston is elutasítja a mítoszok világát. Itt nem a mítoszokról van szó,
hanem amit a nagy pogány vallások mítoszokként, tehát egy történetként mondanak az istenekről, az még mélyebb valóságra utal az ember pszichéjébe és nagy emberi tapasztalatokra. Tehát, és itt meg kell egy kicsit állnunk. Az, ami Ferencbe együtt van, az a kereszténység általában két felé van hasadva, és ez nagy probléma. Ezért nem tudunk beszélni sokszor a mai új, a New Age képviselőivel. Ferenc tudott volna. Tehát ez a ketté hasadás, hogy van egyrészt egy értelemmel megfogható világunk, és vannak ezek a mítoszok által ünnepelt képek. Na most, ezek azért minket indítanak. A kereszténység ellen két vád van. Hála Istennek egymásnak ellent mondanak. Mint értelmiségek ne ijedjünk meg, hogyha nagyon csúnyát mondanak az egyháza, nem figyeljünk oda. Az egyik ilyen érv az, hogy a kereszténység, főleg a katolikus irányzata, tehát az igazi, mély kereszténység, az, ami 2000 éves, az tulajdonképpen nagyon sokat átvett a pogányságtól. Ezek a gyertyás körmenetek, a fölvonulások, hát ez tiszta pogányság. Ugye a reformáció meg is tisztítja, hogy ne legyen bizonyos értékig nyilván igaza lehet. Na most, tehát az, hogy a pogányságnak engedményt tett mondjuk a nagy keresztény irányzat. A másik, sajnos ez a Szent István kiirtotta a pogányságot, pedig azok aztán mindent tudtak, hogy ne. Persze. Ott volt a tudás, az az ős pogányság, az ős magyarkodás, ugye? Na most mi az igazság? Mert itt kettő dolgot mondanak, ami ellent mond. Mind a kettőt megköszönjük, mert kimondják az igazságot, csak rosszul. A kereszténység átveszi a pogány ünnepeket, tartalmát, nem vállalja a pogány meséket, a műtój, a vénasszonyos meséket, hogy a napisten leszállt, vagy leszáll az Olimposzról egy istenség, és akkor földi asszonnyal hál, és abból születnek az embergyerekek, meg ilyen mar, ezt nem fogadja el. Egyébként művészi alkotások lehetnek, de elfogadja azt, ami a pogány léleknek az ősi vágya ebben. Például a téli hónapokban a világosság utáni vágy. Nincs villanykörte. Egy ókori város az rettenetes. És Rómában december 25-én ünnepelték a legyőzhetetlen napistent. És mit csinál az egyház? Ez a vágy a világosság után, ezt fölvállalja. Ez helyes. De a nap nem Isten. Krisztus a világ világossága. És erre a napra teszi az ő születésnapját. Vesszük észre? A nem csak az Ószövetséget, hanem a katolikus irányzat az összes pogány vallást is beteljesítette. Itt van. És elemezhetnénk a többit. Megdöbbentő. Igen. Áldott végül a szél öcsénk által. Levegő, felhő, jó és rút idő által, akik által érteted mindent alkotásodat. Áldjon téged visszunk, hogy nagyon hasznos, hogy drága, tiszta és alázatos. Hát szabad elválasztani a széltestvérnek és a vízhúgunknak a frigyét. Nem szabad. A teremtés könyvében ott van, hogy Isten lehellete ez a... Ugye a legkisebb szél az a lehellet. Ott levegett az ősvizek fölött. Na, mert a Szentírás első mondata az filozófikus. Azzal mondta ki. És mit cirkuszolunk a hatnapos teremtés történetre? Nem szégyeljük magunkat? Hát az első mondat kimondja, hogy ami van, Istentől van, mégpedig a bárá igével, az azt jelenti, hogy a nem létezésből. De ez nem szép mondat, ez filozófikus, egy ókori embernek. És akkor megkérdezi az ókori ember, hogy hát akkor most nézzük meg. Hát a világosságot is ő teremtette? Ja, azt is. Mert a világosságot nem a naptól eredeztették, hanem úgy gondolták, hogy reggel a tárházából kijön a földre ilyen csillámló, szubtilis porszerűség. Ezért van csak a negyedik napon teremtve a nap meg a hold. Akkor megkérdezték, hogy az égbolt, mit mond a magyar is őrzi, ez a dongaboldozat, amit kikalapáltak, egy ilyen dongabolt, az is az Isten? Az is. Hát akkor a föld, amely lapos korong, hát az is. Most megvan ugye a lakás felépül, most jön a lakberendezés. Hát a nap és a holdat ő teremtette? Igen. És ekkora vallási botrány még nem volt, mint ami most következik. Egész a mai napig imádja az ember a napot, holdat, csillagot, lát az hülye horoszkóp készítés.
amit a keresztény nem használhat. Nem a horoszkópnak, ennek a szélnek is ki vagyunk téve, de nem úgy, hogy engem determinál. És mit mond? Meg sem nevezi ezeket a nagy istenségeket. Arra sem méltatja, azt mondja, hogy nap és holt, hanem azt mondja, a nagy világító, meg a kis világító. Karácsonyfa viszek. Arra valók, hogy Izrael ünnepeit mutassák, a hold. Micsoda forradalom. Hihetetlen. Most értjük meg azt, amit majd a mostani világ is fog mondani. A római intelligenciának volt egy nagyon szép gondolata, majd azt is idézem, egy pozitív. De volt egy negatív is, hogy ezek a keresztények ateisták. Istentelenek. Hát az összes többi vallás ellen vannak. Hát mindenki imádja maga kis istenét, azt a Krisztust is tegyétek bele a Panteonba, és rendben van. De nem tesszük be. És még ebben a században jöhet egy véres üldözés. Úgy élik meg, mint erőszakosság, hogy egyetlen van. Vigyázzunk. És aztán Izrael kiszabadulásában is együtt működik ez a két elem. Az Úr egész éjszaka tartós feletti szellel kiszállította a tengert, hogy átmehessen ezeket. Aztán az újjászületést Ezekiel próféta, tiszta vizet árasztok rátok, és új leheletet adok belétek. És mit mond Jézus? Nikodémusnak, aki újjá nem születik vízből és szent lélekből. Isten lelkéből nem mehet be mindenki hozzá. És a régi keresztű szentelésben volt az nem, talán most is van, hogy rá lehel a papa vízre, ugye nálunk nem plebánia van, tehát régen szenteltem már keresztvizet. A pápa nagyon jó, hogy megengedte a régi rítust, érvényben is van. Tanulni lehet belőle. Mert az még ezen a nyelven beszél. Tehát vízre így kell tenni a papnak. Újjá nem születik vízbe. Az Úr Jézus rá lehelt az apostolok, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket. Igen ám, csak hogy arra nagyon vigyázzunk, hogy most ez mindegyikre érvényes. Minden őskép, a nap, a hold, ott mondtam is, hogy a halál és az újjászületés képe is, a víz és a tűz, az mind kétértelmű. A tűzben van az Isten, égő csipkebogor, de tűzben vannak a kározatok is. A víz, a második teremtés történet úgy kezdődik, hogy a száraz pusztaságból víz fakadt és megöntözte a földet, csak akkor hát élet keletkezett. Igen ám, de a víz már a torkomig ér, mondja a zsoltáros. De most ezért nagy Petőfi, nem azért, mert rémeket talált. A Tisza című verse. De a fiatal zseni hogy tud ezeken a nyelven beszélni, hogy milyen szép, békésen folydogál a Tisza, ugye, mint az élet adója a víz. És utána még zúgva-bugva törte át a gátat, el akarta nyelni az egész világot, az ősvizet. A hold a nőiességet jelenti például, sok mindent, ősi erőket ezek. A tűz például a libidót is jelenti, nem így gyönyör. A szerelmet, amely kibontakoztathatja az embert, és elállatiasíthatja. És Ferencnél megszűnik ez az ambivalencia. Ferencnél csak testvér és nővér. Ilyen mélyen embernek nem csorgott le a keresztvíz oda belül. Félelmetes. Ezek a képek megszűnnek kettős tartalmak lenni. Például a tűzbátyánkról, ugye? Aki majd a földanya nénénkkel házas pár, ünnepli robustus, hát férfias, erős és vidám. Egyébként testvérek, magával azért ne csak ér Jung az egyoldalú, tehát ne csak azt mondjuk, hogy ezek ősképek, hanem ez a világ is. Ferenc szerette ezt a világot, de nem ám úgy, ahogy mi, hogy amikor jól esik nekünk, akkor jó, amikor nem, akkor meg szidjuk. A Szentföldről szembetegen érkezett haza. Hát a korabeli orvostudomány jó megkínoszta, sütögették tüzes vassal az ereit. És leírja egy szemtanútól ered, így beszélt a tűztársa, miközben ott az orvos már tűzbe tartotta ezeket a vasakat. Mutasd magadat udvariasnak, tűztestvér és jónak irányomban, egész idáig szerettelek az Úrban. És amikor vége lett ennek az operációnak, végül is volt erőm elviselni a te égető szere ölelésedet. Majd ugyanezt látjuk, a szél leírja minden formában az időjárást. A szerén az a égbolt, ahol nincs felhő. De azt mondja, hogy a rút és jó idő által is élteted alkotásodat. Amikor esős idő van, 10 napon keresztül,
Jaj, de csúnya az idő, meg depressziósok vagyunk. Kisüt a nap, akkor boldog vagyunk. Valami jó ér bennünket, meg is, de jól érzem magam. Halálhír, szereteimnek, hanem oda vagyunk. De Ferenc, nem. Minden mögötte vagy, és te éltesz bennünket a jó és a rossz idő által is. Mert te egyedül vagy a jó, nem a világ. Micsoda hit? Micsoda hit? Hát itt el kell mondani, egy nagyon érdekes dolog, szerintem Fiorettibe van, és itt több szálat most egybefonunk, azt is, hogy egy milyen új aszkézis ez, hogy nem elfogy. Egyébként Freud úrnak nincs sok mindenbe igaza. Egy-két dolgot meglátott a pszichológiai területén, de mint filozófus pancser, és iszonyatosan ártott, amikor egy ösztönből akarja megmagyarázni az emberiség történelmét, a művészeteket, a vallást, mindent. Naív és nagyon sok rosszat tett. Nagyon sok rosszat. Lelépett a pszichológia területéről, és filozofálni kezdett. Ez nagyon veszélyes. A teológia sem tehet ilyeneket. Megvan a világnak egyfajta önállósága is, hogy azt a dolgot hogy fogom meg. Majd erről még egy pár szót mondok. Tehát itt tulajdonképpen ez a vonal is egybeír, hogy tulajdonképpen a parázna folytja el a szeretet vágyát. Nem megy tovább, leragad. Aztán, aki beleveti magát, hogy minél többet, a vagyont, elfolytja a birtoklási vágyát. Mert annak ki kellene tárulni a személy felé, akit viszont nem birtokolhatok, hanem várok. Meg az a minden, az egy más viszonya. Aztán ugyanilyen a hívság és a gőg. Megreked. Jaj, csak ez a 100 ember mondja rólamat. Jaj, csak jó hírem legyen. Nem egy egész az isteni. A Fiorettiban van egy érdekes rész, Ferenc elmegy a keresztes hadjáratok nyomába, a Szentföldre. Ütközet előtt Pelagius pápai követet arra kéri, hogy ne ütközzenek meg a Mohamedánokkal. Hát nagy naív, hát nem azért jöttünk ide. Sajnos Ferencet nem követtük, és ennek a levét még megisztuk. Nem csak a 150 éves török uralommal. És akkor azt kérte, jó, de én beszélni szeretlek Melekel Kamil szultánnal. Hát olyan tekintélye volt Ferencnek, hogy hát kölcsönös katonai kísérettel oda vezették, és ez egy misztikus ember volt, szufi. Gyapjúinget hordott a szultáni díszes ruhája alatt, és egyet értette. Na nem abba, hogy egy keverékvallás, de Ferenc számára, mint középkori számára, a pogány az istentelen. És mégis tanul, hazajön, és azt írja az egyik levelébe, ilyen röpirat, a királyoknak, a fő embereknek, polgármestereknek fölhívás. Minden este a tornyokból kiáltani kellene fölhívni az embereket az Isten imádásra, és mindenkinek leborulni. Valamit tanul az Isten imádását. Tessék, mi elszemtelenedtünk. Hogyan káromkodhat egy keresztény? A nyelvemet elhalapod. Az a hatodik parancs, csak hatodik, vigyázzunk, ez az első. Nem létezik, hogy egy ortodox zsidó vagy egy mohamedán egyszer is káromat az Isten. Vigyázzunk. Ezért még kell, hogy mecsetek épüljenek. Szóval azért az Úristen nagy vonalú. És egy olyan liturgikus aberráció is bejön a Ferences liturgiába, hogy letérdelünk, sajnos már nem tartjuk be szokás, mikor bejöttem a rendbe az oltári szentség előtt, letérdelünk és meghajlunk. Ilyen nincs. A meghajlás az akkor van, hogyha ez mohamedán utánzat. Az Isten imádása. Na és elmondja Fioretti, hogy amikor Ferenc ott van, hát akkor megszáll egy kis szállodábat, ahol úgy látszik, már akkor is volt ilyen, egy parázna nő hát szolgáltatásokat ad. És Ferenc is bemegy, hogy nem akar-e vele hálni. És azt mondja, Ferenc, menj oda az ágyra. És az tűzben ég, és ez ordítva, sikítozva kifut. Lángban ég. Pár fejezettel később Klára nővér és Ferenc találkoznak soha se ketten. Az efirelmi film az egy nagy kics, tinédzsereknek való, majdnem semmi se igaz belőle, de sok hivatást hozott a rendbe, de majd megtanulták, hogy azért nem egészen úgy. Az a megdöbbentő, hogy Ferenc nem akart nem megnősülni, ilyen nincsen, ez nem a mi hivatásunk. Hanem Isten úgy ragadta meg, hogy ez kimaradt. És akkor találkozik valakivel, egy nővel, aki jobban érti azt, amit ő él, mint bármelyik testvére. Mikor virágvasárnap előtti szombaton megszökött hazulról Klára, aztán majd az édesanyja is követi, húga is.
És oda megy Ferenc, és azt mondja, miért jöttél? Ez egy férfias kérdés, egy rossz kérdés. És Klára nem igazítja ki, de mégis kiigazítja Istenért. Megdöbbenhet. Nem szerzett együtt játszunk, beöltözünk meg napi rend. Istenért. És akkor lenyiratja a haját, és beteszi a bentés nővérekhez, mint preciosissima, legdrágább drágakőt, Klárát. És ez a két jelző ott van véletlenül, hogy Klára egy precióza a vízhugunknál. Nem itt gondol Klárára, hanem a nőiességre, az Istennek szent társa lehet. És hazajön Ferenc, és Szent Klára és a nővérek meglátogatják a testvéreket, és Istenről beszélnek. Szent még enni is elfelejtette. Velünk ez nem olyan sokszor történik meg. Istenről beszélve. És akkor a környékbeli parasztok meg úgy látták, hogy tűzütött ki a porcingolai kolostorba, és indultak vízzel teli vödörkkel, hogy elúrtják, de amikor odaérték, akkor láttak, hogy lángba vannak a testvérek és a nővérek, de nem árt nekik. Sű, micsoda beszéd ez. Egyrészt Ferenc nem azt mondja, hogy te parázna disznó kifelé innét, hanem ott akarok veled egy lenni, ahol én vagyok, az Istenben. Ott egyben, ott találkozhatunk a tűzben. De micsoda árulás lenni, használna a testedet. Veszük észre. És Klára és Ferenc ott vannak. Hihetetlen, egységes, mélységes költői beszéd, vagyis igazabb beszéd, mélyebb beszéd. Áldjon Uram, áldöklés földön a nyílént által ki minket hord és enni a gyümölcsöket terem. Füveket ez az erba, a kutatók szerint azt jelenti, hogy gyógyfüveket, tehát gyógyít. És színes virágokat gyönyörködtek. És őt nevezik csak Mádre, anyának, de nem Isten anya, mert Szóra is nővér, tehát teremtett lény. Ez a belső kép. De ugyanakkor azért a külsőleg is a föld anyával ő kapcsolatban van állandóan. Na most hadd térjek egy picit ide, testvérek, a nő hivatása, hogy hord, enni ad. Hát ez egy akkora méltóság. 9 hónapig Isten ott van egy asszony méhében. Ezért nem lehet papán szentelni az asszony, mert az asszony a szentély. Nem a szentély őre. És amikor II. János Pál védi a családokat, most annak mennek neki, akkor valaki azt mondta, hogy mi közel pápának a anyák méhéhez. Hát az, hogy ő is onnan jött elő, másik, hogy Krisztus is egy anya méhből jött elő, hord és enni az. Én nem tudom, testvérek, hogy nem tetszik ez egyes lányoknak, megirigyeljük egymást. Az nem is baj, tanuljunk azért egymást, a férfi is tudjon enni adni nyilván. Hát ő is ad, amikor keres. Én nagyon szeretek sütni, főzni. Az, hogy beszédemre azt mondják, hogy jaj, de szép volt, atya, minden nem hatódok, meg én tudom, hogy rossz volt, vagy mi, hát nem érdekel. De amikor egy jó ételt oda teszek, és nem mondja azt, hogy köszönöm, az úgy bánt. Olyan dolog, hogy ezt most lenyeli, és jól ízletnek, hogy micsoda méltóság, hogy az anyák etetnek bennünk. Hát persze először úgy, hogy szoptatnak. Micsoda méltóság. Mi lenne azzal az emberrel? És mi lenne, ha nem egy agya adna neki enni, hanem valami gép, egy gyógyít. Ferencnek nagyon mély kapcsolata van ám a földdel. Minden nagy kezdés, indulás barlangokból indul ki. A félt az apjától, ugye, aki hát megsokalta azt, az nem volt baj, hogy elherdálja egy-két végposztót és elmulatozza, majd kitombolja magát, hogy gyerek az lesz jó kereskedő belőle, nem lett. De amikor templomokra költött, akkor ez nem engedhető meg. És ugye, azt mondja, add vissza, amiket elloptál azokat a posztoköteket. Ferenc azt mondja, én már egyházi ember vagyok, nem megyek a podeszál, gyere, menjünk a püspök elé. És add vissza, amit neked adtam, és levetkőzik, odaadja az utolsó száruáját. És azok a hülye filmek, bocsánat, egy striptease jelenetet csinál, semmi köze hozzá. A mezítelen Ádám. És azt mondja, nem te vagy az apám, hanem mi atyánk, aki a mennyekben van. Eljut ide egy katolikus, hogy Atya Isten, aki a végső cél. És hogy az én atyám, aki a mennyekben van, és a püspök betakarja az ő palástjával. Egyébként Ádám mezítelenségének sincs semmi köze a szexualitáshoz, hanem a szegénységhez, mint ahogy mondja Jób, mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, tehát ember vagyok szegény, és úgy távozok a földanya méhébe. Ezt jelenti.
nem is beszélve, az egy szabadkönyves film lehetett, mert az egyikbe, mikor így ugye lehántja magán ruhát, akkor azt mondja, Piercotti Bernardo, nem te vagy az apám, hanem valaki más. Lehet, hogy akkor ugye mástól van, nem az apján. Szóval olyan nem csak szentségterű és szemtelenek vagyunk a nagyjainkkal, mert nem akarjuk követni. És akkor elfut az apjától, azért mert az apja nagyon keményen föllép, és egy barlangba húzza meg magától, az édesanyja ad neki azért enni. És egy pár hónap múlva megerősödik, mint egy új ember jön ki a barlangból, mondja Bonaventure, és odáll az apja elé. De végig így van. És követik ezt a nagy ferences misszionárisokat, azt hiszi Bert Károly, hogyha többet volt ott, csak egyszer voltam ott, amikor kihívták a magisztereket, a generális, hogy minden nagy igazgatót ott van a barlangja. A barlangi lét. Csinálj egyszer olyan lelki gyakorlatot, ha 3 nap egyedül vagy, és nem szabad, még Szentírás se vigyél. Nem szabad az ágyon maradni. Nagyon nehéz kibírni. Mert magunkat nem bírjuk ki. Aki pedig nem bírja magát, az nem való közösségre. Mert akkor a másikat csak ilyen érzéstelenítő szernek használja. Ferenc, azt mondja Jung, hogy aki a barlangi létet kibírja, az újjászületettként jön elő. Hónapokat töltött barlangban. És egy másik, nagyon sokat bosszantott engem, hogy jaj, ti ott a kolostorban elzárva a világtól, milyen, de mi itt kint a világban? Ez nem igaz. Ez nem igaz. Azt mondja Hambas Béla, ha cellátban maradsz, megismered a másik ember, ha utazol, megismered magadat. Miért egy Padre Pio tudta az ember lelkét megismerni? Mert megismerte a saját nyomorúságát, össze volt zárva a saját piszkával, a bűnös voltával. És nem menekülhetett a sok jó pasztorációs feladatba. Azoknak lesz mondani valója, aki ezt a titokos utat megtalálja a másik felé. És halála előtt Ferenc azt akarta, hogy fektessék le a puszta földre mezítelenül. Persze egy Krisztus is utánozza, aki mezítelenül feküdt a kereszten, de a földdel való egységet is vállalja. Egy kis rituálét begyakoroltatja a halálát. És ugye a Kínában 2-szer helyezik az embert a földre rituálisan, és valaki szólt, hogy a palócoknál is. Nem csak amikor meghalt, megmozdatták, még a négy nagypapát is, és rögtön a földre helyezték, a földes szoba volt az első házba. A földre. Hanem amikor megszületik a gyerek, azt is mindjárt letették régen a földre, palócoknál. Mert a minden élő közösségébe csak a földdel való közösségbe lépünk be. Ez is ott van Ferencnél. És az utolsó verszakokat most értjük csak röviden. Aki így kiengesztelődött a saját ösztönös életével, az agresszivitással, a szexualitással, a hiúsággal, az önistenítéssel, azt tudja fölkínálni a másiknak a békét. Tehát Ferencnek volt a költőnek igaza, amikor ezt a két verset hozzátette, nem egyes elemzőknek, amikor azt mondja, elrontotta, mert egy kozmikus himnusz, nem az. És az utolsó verszak, ami a halálról szól, áldott légy Uram, nővérünkért, nem testvér, az nővér. A testi halálért, akitől élő el nem futhat, akik halálos bűnben halnak, jaj, azoknak boldogség, megúszták magukat akaratodnak. Tehát ez nem elmékedés a halálról, úgy mások haláláról, hanem pár nap múlva meghal. Kenyeret bort hozat, mint az Úr Jézus, szétosztja a testvéreknek, vagyis az Úr Jézus halálába és föltámadásába helyezte be ezt az eseményt, és elpróbáltatta a testvérekkel is. És hogy mennyire nem maszkírozzál a halálnak az arcát, igaz, nővér, de azért nem lehet elfutni előre, az kegyetlen áll. Mint egy állat üldöz, és nem tudsz elmenni, nem, megfog. És itt az a szép, sima vers, egyébként egy vers, ha nem értem, akkor is nagy vers. Most nem akarok a zenéről beszélni, hogy milyen szép, hogy Beati kellik ezt a sterránaim pácsa, de kádáte altissimo sziránaim koronáti, és most a halálról kezd beszélni, laudato simi signora, per sorra nostre morte corporale, della calle nullo homo vivente posta appare. Dai, a kelli che morranno nelle peccata mortali. Hű, de kemény. És mégis úgy néz vele, szemben, mint nővérrel, mert Krisztus az a nap, aki testvérünk élet,
az átment ezen az alagúton. William Black egy nagyon szép verset írt a tigrisről, de amikor naplójába írja, hogy amikor egy bengáliai tigris benézett egy reggel az ablakának, elfelejtett a szép versét. Egyetlen költő van, aki énekelve halt meg, Ferenc. És az utolsó versza, az alagútból most kiérünk a fényre, Laudater benedicitemi signore, rengraziate serviteli cum grande humilitate. Dicsérjetek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy, és szolgáljátok nagy alázatossággal. Az utolsó szó az alázat. És a teológia történetében először ő nevezte Istent alázatosnak. Mert ha én elismerem egy felsőbb rendűt, akkor én csak realista vagyok. Isten tud csak alázatos, mert neki leszáll hoznánk, és teremtményeket vállalva Krisztus teste lesz ez a világ, hogy mivel együtt a halálon át, a világosságba is. Köszönöm a figyelmet!